egy pár szóval, hogy ilyen vagyunk itt. Ilyen vagyok. Olyan borzasztóan egyszerű és külön az embereket életet okozni. Én úgy érzem, hogy egy olyan este, ami a jelölje van, ez örömet okoz a jelölnek, és azzal az alapítványnal, amit a jelöl a New York Holiday egy évvel alapítottam a építőipar megbízható mestere címet. Ezt csak azok kaphatják meg, akivel egy nagyon jó építész több tíz éve meg van elégedve. Ezért egy éve tart ez a rendezvény sorozat, ahol megkérünk egy-egy nagyon jó építészt, hogy vigyázz azt, hogy kíván egy fontos jövőjegyre, és a tudjazottak mindig feleleztek a honlapot, és őket mindig érdekli fogjuk. Hogy mondjuk egy sztorit el, ami nagyon megható volt. Ezelőtt a pár hónappal Zsigmond Laci volt, az építészetét megkértünk, hogy adja át a tudjazottaknak. Az ő tudjazottaknak azt a kis jelvény. Egy építész mérnök bácsi, fehér hajó, potyogtak a kerülmény, amikor megkapta. Építész mérnök volt, a kerülmesnek dolgozott. És olyan megható volt ez a történet, hogy a hátsó sorokban egy jogász professzor asszony előjött, és azt mondta, hogy ha maga a legjobb kerülmes, akit a Zsigmond építészet mondom, akkor nekem a Lippe János téren van egy háromszintes ház, amit el kellene kezdeni megcsinálni. Ölni a feladat. Remélem, hogy sok ilyen sztori lesz, remélem, hogy sok ilyen építész, ha máshogy nem is, de egy ilyen véletlenből munkához jut. És köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és köszönöm a jelölnek, hogy átészakázta ezt a napot, hogy ez a sok tagló ott fönt legyen, mondom a szegény zsebével együtt, meg még ki tudja még hányan segítettek neki. Úgyhogy köszönjük a jelölnek az éjszakát, köszönjük ezt a sok házat, és rögtön át is adnám Péternek a szót, hogy meg is az ünnepségünket. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy üve maradja. Nem azért, mert hosszú ideig fog beszélni, hanem azért, mert fájnak a lábaim. A nevem Hanszi Péter, és amikor az én kedves barátom telefonált, hogy és meghívott erre az eseményre, akkor elkezdtem azon filózni, hogy hogyan tudtam én éppen az eszébe, hiszen itt ő is, és hát itt önök is gyakorlatilag mint gyakorló építészek, vagy a szakmában aktívan tevékenykedik, és én magam pedig, de ahogy jó néhányan tudják, egész életemben a tiraszta másik oldalán ültem, és az önök produkcióival foglalkoztam, jó-rosszul úgy, ahogy ezt így, legalábbis úgy gondoltam, hogy illik. És ezen is gondolkoztam, hogy egész életemben 100-es nagyságrendű tervet láttam, és az, kb. Ennyivel foglalkoztam, és ráadásul ezeknek a jó részét megvalósulva is láttam. És ez egy olyan fór tulajdonképpen, amit szerintem, és ez nem nagy képűség, önök közül egyikük se sincs ebben a helyzetben, hogy ilyen távolságból és ilyen mennyiségű építészeti produkciót láthasson megszületni, és virágozni és élni. És ez tulajdonképpen ez adja meg ezt szeretném, hogy ez adja meg a súlyát annak, amit én most ezek után szeretnék mondani. Ugyancsak ez a kedves ember mondta, hogy elküldi ezeket a tablókat interneten, hogy nézzem meg, és hogy tudjak hozzászólni. És mondtam, hogy ez ágalni jusson, nem csak azért, mert nem tudom megnézni, mert nem értek ezeket az internetes nyomajákhoz, hanem azért pedig nem az épületeiről szeretnék beszélni, hanem saját magáról. Nem az a magánemberről, hanem az építészről. És nem fog sokat beszélni róla, de az mindenképpen. Elkezdtem gondolkozni, mit kéne kiemelni az ő munkájából. És ennek a kapcsán nagy bocsássam azt előre, hogy van két olyan nagyon erős gondolat, ami az egész életemet motiválja. Az egyik az, hogy az építészet az megfagyott muzsika. Ez a talán Goethének tulajdonított mondás annyira tükrözi azt, ami a számomra az építészet, a harmóniát, egy harmóniának egy megfagyott pillanata, egy mozdulata,
ami bárhol megállítjuk azt a művet, az valahol magáért beszél. Ezt a harmóniát keressük mi mindnyájan, így vagy úgy, az építészek ezt meg tudják testesíteni. A másik az, hogy akármilyen csúnya hangzik, én hiszek abban, hogy az építészetre születni kell. Tehát ezt nem lehet megtanulni. Nagyon sok olyan építész van, aki korrekt épületeket tud építeni, hiszen az épület az egy használati cikk is egyben, vagy a mi építészeti környezetünk, tehát a mindenkori lakóknak, a mindenkori használóknak a testére van szabva. De az igazi építészet valami olyasmi, ami ennél transzcendensebb. Ezt talán legelőször akkor éreztem meg, amikor a Sagrada Familia templom előtt álltam, ugye tudjuk, hogy ebben sincs fejezve még, és mégis elfogott egy olyan nézés, ami azóta se nagyon ott jutott el az én lelkemig. No hát ez a kétfajta dolog az, ami a mi kedves barátunkat úgy érzem, hogy jellemzi, hát szerencsésen ötvöződik ez a két dolog. Az épületeit nézve az a harmónia ragadott engem mindig meg, az az arányrendszer, amit még véletlenül se rontott el. Ugye nagyon sokszor találkozunk olyasmivel, hogy minden rendben van tulajdonképpen az épülettel, csak érezzük, hogy valami nem stimmel. Én ezt a ügyfeleimnek úgy szoktam mondani, hogy ha elképzelünk egy nagyon csinos nőt, aminek mondjuk 1,70 körüli magassága van, 2,10 vagy 2,20, az valószínűleg senkinek sem kell, vagy legalábbis nagyon ínyensz az illető, aki ilyen kiválaszt magának. Ugyanez tulajdonképpen az arányban, ami nem fogható, de érzékelhető. És arra is kevesen gondolnak, hogy ugye az aranymetszés az az eszkimó számára is ugyanúgy egy kiválasztott, egy preferált citáció, egy bantú négernek, vagy egy európaiaknak. Ezek valóban a génjeinkben vannak. Ezek a gének benne vannak ebben az emberben, hiszen bárhol nézünk, azt látjuk, hogy ezek az épületek arányosak. Nagyon érdekes ezen túl az is, ami engem megragadott, hogy az építészetének az én szemeben van egy színe. Ez a szín, ez a fehér. Tehát ő fehér épületeket, világos épületeket tervez, és éppen ezért érdekes az is, hogy nem bátortalan színeket is használni. De ezeket pontszerűen nyomja fel, és olyan módon teszi ezt, hogy a fehérség talán még fehérebbé válik, és a szín pedig egy kedvességet, egy játékosságot, egy barátságosságot ad, legalábbis az én szemben. Ezeket, amiket mondok, természetesen szubjektívok, de ne felejtsék el, amit mondtam az elején, hogy rengeteg tapasztalaton alapul. Nagyon érdekes volt az is, hogy azokat a munkákat, amikkel én a szakmám keretében találkoztam, azok rendben voltak, így tudom mondani, de ez igazán mellbevágó élmény az volt, amikor először az ő saját lakásukba mentem el, és láttam azt, hogy egy eklektikus épületnek a felső szintjén, illetve a vetőtérében milyen lakókörnyezetet alakított ki, ahol minden az égvilágon ember volt, minden egyedi volt, semmi sem volt sematikus, és minden szerethető volt. Talán ez volt az utolsó lökés, amiből az ember tökéletesen megküzdött, hogy egy jó építéssel van dolga. Végül, és ezt nagyon kevesen szokták mondani, és nem biztattak erre fel, azt gondolom, hogy az, hogy valaki ezt tudja produkálni, az is kell, hogy egy olyan környezetben, olyan családi környezetben éljen, mint ahogy ő él. A mi munkánkat, akár tetszik, akár nem, a párjaink mindenképpen motiválják. Hát azt hiszem, ez a motiváció is jól sikerült előtte. Mindenki érezze magát nagyon jó, és átadom a szót a ünnepetnek. Isten érdesen. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor nehéz helyzetben van az ember. És tulajdonképpen most átélhettem azt az első pontot a háromból, amit én az Andrást nagyon sokáig elutasítottam, vagy kértem arra, hogy ha lehetne, akkor ne tartson kiállítást, vagy ha mégis, akkor kicsit később, vagy még később. Szóval valószínűleg van bennem egy ilyen székely lélek, ezt nemrég hallottam a rádióban, és hogy magamra ismertem,
hogy szeretek a kör külső szélén tartózkodni, és engedek másra a belső kör belsejébe lenni. Most belőttek a kör közepébe, és hát körbe lesznek jó barátok, és még jobban. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy itt vagytok. De nagyon, hogy mondjam, nem én érdemlem meg ezt a dicséretet, ha már ennyi elhangzott, hanem tulajdonképpen egyrészt a csapat, aki mellettem, mögöttem és előttem jár adott pillanatokban, illetve az a szakember Gárda, akinek a kedvéért tulajdonképpen mégis igen mondta meg a kiállításra, és összeraktuk ezt a dolgokat. A kettes pont, ami rögtön eszembe jutott, amikor András mondta, hogy április végére kell ezt a kiállítást, hogy pont összefutott két olyan munkánkkal, ami nagy munka és határidős. És hát nem, igazán nem én éjszakáztam, hanem tulajdonképpen a jövő, a lányom. És most itt négy színen meg kell neki köszönnöm, mert tegnap előtt még fél egykor küzdött a nyomtatóval azért, hogy ez az egész itt a falakon legyen, és hogyha ő nincs, akkor majd borról, nőkről, Balatonról beszélek, de házról egy szó nem esik. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm neked még egyszer. És a harmadik ilyen dolog, az tulajdonképpen az elmúlt éveknek a építőiparának a nem éppen csúcsponton lévő mi volta, és akkor talán elég finom voltam. Szóval tulajdonképpen ezek az évek, és most négy év anyagát látjátok itt a falakon, ezek jobbára túlélésről szóltak. Tehát azon túl, hogy voltak éles megbízásaink, és erről szeretnék szót szólni, de rengeteg olyan munka van, ami vagy fiókba hever, vagy ott is marad örökre, vagy van egy reményt, és talán ezeket a feliratokon majd látjátok, hogy bízunk benne, hogy újraél el. Itt, aki megjelent ezen a kiállítás megnyitónak, neki mindnek köszönettel tartozom. Az Andrásnak, hogy tényleg ilyen Don Quixote típusú széllel szemben menő harcot vív azért, hogy az építészeknek valami fajta elismerése vagy rangja legyen legutóbb, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt fönt a várban volt egy ilyen kiállítás, pont ebben beszéltük, hogy azóta se történt igazság szerint komolyabb előrelépés. Tehát, hogy ő termel lehetőséget, illetve minden hónap egy építész felvér arra, hogy megmutassa magát, illetve és nem is magát tulajdonképpen, hanem azokat a szakembereket díjazza, akikkel most szeretnék átérni. Nekem is négy kollégának adatott meg az a lehetőség, hogy javasoltam őket erre a megbízható mesterek díjra, és tulajdonképpen most őket szeretném sorba megkérni ide, hogy kifáradjanak. Először is Gondorosi Tamás urat szeretném kérni, hogy ha megtisztelne, hogy ide fáradjon. Gondorosi Tamásról, mielőtt még ezt a díjat átadnám neki, azért annyit el szeretnék mondani, hogy Tamással már évtizedek óta építjük a házakat, amiben ő csinálja nekem a kandallókat, cserépkájákat és minden egyéb ilyen melegséget árasztó berendezést. Saját példám felkértem, hogy terveztem egy kandallót, hogy Tamás meg kéne csinálni, mondjuk május tájban szóltam neki egy kandallót, itt a terv átküldtem, mondta, hogy rendben van, de figyelj, nekem csak augusztus 13-án lesz rá időm, mert addig be vagyok táblázolva, akkor jövök. Mondtam, Tamás, rendben van, köszönöm, nem sürgős, egyébként is nyárban ráérünk. Én el is felejtettem a dolgot, augusztus hol van még. Majd augusztus 13-án reggel 8 órakor szól a telefon, hogy elmentem munkába, hogy te figyelj, hogy itt vagyunk a ház előtt, megbeszéltük, itt vagyunk teljes kárnyában. És Jézus, és akkor így belugodnak, hogy ez nem egy szokványos történet. És hát Tamás így, tehát neki van egy naplója, ő beírja, és akkor hattörik, haszakad, tűzöl, nem úgy csúszta, hogy a másik helyre be kell, ismeritek. Tamás odajön, és úgy csinálja meg, hogy az máig szerel, máig fű, gyönyörű, öröm együtt élni vele, és hát Tamással is öröm együtt dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy Tamás még sok hatóanyagunk ezek után csinálni. Második ilyen kiváló ember, aki szeretnék ide kérni, az Korkos Ferenc úr. A
ha látná, itt jön. Feri, jöjjön! Korpos Feri nevezhető barátoknak is, tiszteletel üdvözlöm. Vasas ember. Látszik rajta, amit ő megfog, az meg van fogva, meghajlítja, meghegeszti, megszereli, kinyitja, becsukja. Tehát bármi olyan dolog van, ami vassal kapcsolatos, és ezt mondhatom, hogy a kapuzár, a szerkezeti acél, az első talán azon, vagy közös munkánk az a Sólyom úrnak, akkor még alkotmány bírósági elnök volt, ilyen, hát akkor még fiatal csikókoromban szerettem ilyen íves vonalakat húzni, mert az ember kipróbálja, hogy mit tud. Na most hát nem volt ember, aki ezt megcsinálja, akkor még ez a 80-as években volt, valami 90-es elején. És akkor jött Korpos Feri, és mondta, hogy semmi probléma. Mit tudom, 150-es a cél, vagy mekkora, meghajlítjuk, hát nem volt. És a Feri tényleg ezt meghajlította, és hát onnantól kezdve aztán, ha bármi lapatos munka, vagy zár, vagy minden egyéb, akkor Ferit hívtam, és még nem volt olyan, hogy a Feri ne azonnal jött volna, és ne olajozottan működött volna az összes olyan dolog, úgyhogy pedig én a legnagyobb tisztelettel szeretném ezt a építőipar megbíztató mesteri díjat átadni. A harmadik ilyen szakember, mesterember az a Farkas László művek, én csak jó barátom, úgyhogy nevezhetem így. Az ő ember, amit egyszerűen csak úgy hívtunk, hogy a Robi. A Robi az egy fogalom, tulajdonképpen Tóth Robertnek hívják, szeretném, hogy Robi kijönne. Ezt az ember úgy nézzék meg, hogy a Farkas Lacinak tulajdonképpen nincs olyan szakterülete, ami ha bármi gond van, akkor a Robi ezt ne oldaná meg. Bobketet kezel, ácsmunkában tető profi módon fölrak, beszak, finom mechanikai műszerész, tehát hogyha valami elmondjuk, akkor a Robi megoldja. Vasszerel, bádogos, olyan bádogos munkát csinált most legutóbb a Mártai barátunknak a házán, hogy először féltünk tőle, hogy hát bádogos munka, ez mégiscsak egy precíziós munka, meg kéne mondani. Na, Robi megoldotta, én lehajlítom éppen mindenre. Úgyhogy én, Robi, csak tulajdonképpen, ha lenne ilyen díj, akkor én azt a díjat adnám át neki, hogy a szakmai Jolly Jokere. Úgyhogy Robikám, nagyon köszönöm, hogy eddig munkát. Kedves jó barátomat, hadd hívjon ki a kurvitusra, akit úgy hívnak, hogy Molnár József úr. Molnár Jóska barátom, ma körülbelül 30 éve egy tetőn találkoztunk össze, hétvége volt, és ki kellett mennünk művezetni valóban a Budapest túlsó végére a Hubánatban. És hát mondtam, hogy ott lesz az ács, és van egy-két kérdés, hát menjen ki és egyeztessünk. És akkor én találkoztam egy szimpatikus emberrel, aki a fiával rakták fel a tetőn, aki azóta szintén megismertem, egy Jóskánál még munkányabb, még keményebb karakterű ember lett belőle. És hát onnantól kezdve a Józsival együtt dolgoztunk folyamatosan. Még nagyon sokáig sok tetőt raktunk össze, majd aztán a Józsi úgy, ahogy egy rendes, törekvő emberhez illik, tulajdonképpen mindig lépett előre egyet a saját szakmájában, egy kereskedőházat alapított, úgy hívják a céget, hogy Grandács Kft. Solymáron, aki a szakmában van, az mindenki tud róla. Aztán pár éve csináltak egy olyan kézház üzemet, ami most én nem is tudtam, mert a Józsi ezzel nem dicsekedett, de éppen valamelyik nap a kézház szövetség elnöke panaszkodott, hogy 34-en indultak a szakmába, és most már csak 8-an maradtak belőle. Na hát, hogy 8 közül az egyik a Józsi cége, amit szintén a másik fia visz. És tulajdonképpen nektek építészetnek szeretném a figyelmetre felhívni, hogy a Józsi tulajdonképpen Svájcba, Ausztriába és Liechtensteinbe szállít ki házakat kész formátumban, passzív házat csinál, olyan szinten passzív házat, hogy
hogy úgy hívják a cégét, hogy plusz energia, pluszos ház. Tehát nem nulla energiás, hanem termel energiát a házat. Csinált Pilis-Szentivánon egy bemutató házat, és lehet, hogy ez a jövő, tehát nekünk is egy picit nyitni kell, hogy érdemes ezzel foglalkozni, különösen úgy, hogy nálunk kicsit jobban elvesztek helyeken, ezt ragyogó mértékben vásárolják és alkalmazzák. Józsikám, a nagy tisztelettel engedd meg, hogy ezt a megbízható mestert és a egy megbízható embert neked átadjam. A csapatot szeretném bemutatni, akinek a munkája itt van fönt a falon, és tulajdonképpen ez az egész az, ami engem most idejutatott erre a helyre, hogy helyettük beszéljek. A egyik kollégám, aki a legidősebb időrendben szeretném ide bemutatni, az pont neki is el kellett menni, Tudóci Zoltán kollégám, ővel dolgoztam legtégebben együtt. A Sebestyén Enikő volt a következő kolléganő, akit nem tudom, hogy hol legyen, így ott van hátunk. Farkas Károly kollégám volt a következő, vagy talán még első delikvens, de ő már saját irodát alapított, de még mindig van közös munkálatunkban egy dolgot, úgyhogy Karcsenekre is nagyon köszönöm, hogy aztán két fiatal és a csapat oszlopos tagja jött együtt hozzánk, az egyiket úgy hívják, hogy Kajdócsi Eszter ott a házsősorban. És a másik kollégám pedig Rém Lászlónak hívják, aki a fekete intézményt.